hol kezdjem és mivel kezdjem, igazából ezen gondolkodtam, de mivel itt folyamatosan a mi lelkünkről és a lelkünk védelméről is szól ez az este, akkor én egy szépernő verssel köszönteném Önöket. Szépernő imádság. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, itt szavam jajog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon, ne haragudj rá, bűnét ne keresd, bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd, szeresd, vigyázz rá, Istenem, Atyám, el ne vesszem veszélytő éjszakán. Távol népekhez híre el nem ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a bárány nála nem ártatlanabb. Te tudod, ezt a fajtát mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a füvesen, tudod a nyájkolompját, ha megyen, édes szöllőnket tudod a hegyen, s keserű könnyeink tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy végeztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szöllő, lágy kenyér. Ó, kelljetek a magyart védeni, ti Istenek fényes cselédei! Uradnak mondd el, aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli bábodat, dícsérd a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk, könyörögjetek, kisházak ablakába reszketek szerte szét este, mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek, értünk, csillagok. És egy nagy monológba kellene kezdenem, ugye, és mindenféle dologgal előjönnöm a szülőföld szeretetétől kezdve az életútról értekezni. Én tényleg egy nagyon pici faluban születtem, olyannyira kicsi, hogy közigazgatásilag mindig valahová tartoztunk és tartozunk. A Büklávánál Mocsolyás telepen születtem. Amikor én megszülettem, akkor Borsod Gesztről Kisgyőrbe került át a közigazgatási központ, tehát én már kisgyőri születésű vagyok, bár otthon születtem, bába hozott a világra. Iker voltam, csak a Iker testvérem mellettem halva született, úgyhogy egyedül maradtam. Ebben az évben nyugdíjas lettem, úgyhogy most már ingyen utazom a metrón és a vonaton is, vagy a villamoson. Ennyit előzményként, egy csodálatos gyerekkorom volt, de gondolom, hogy nem én vagyok ezzel egyedül, hanem mindannyian nagy szeretettel emlékezünk vissza azokra az időkre, amikor gyerekek lehettünk, és gondtalanul, felhőtlenül éltük az életünket. És olyan most nekem így visszatekinteni ezekre az időszakokra, hogy szinte mesebeli volt. Mi egy elég elzárt közösségben éltünk. Amikor én gyerek voltam, akkor a falunkban volt közel 60 ház és 200-250 ember élt. Kimondottam, fakitermeléssel dolgoztak az emberek, és hát édesanyám bennünket nevelt és a háztartást vitte. Kapálta a kertet és a szőlőt. Ma őt munkanélkülinek hívnák, régebben háztartásbeli volt. Csodálatos gyerekkorom volt egy fantasztikus tanárházas pár, aki tanított bennünket. Én még osztatlan iskolába jártam bizonyára. Tudják, elsőtől negyedik osztályig tanítanéni tanított bennünket, öttől nyolcig pedig tanítóbácsi.
Csodálatos emberek voltak ők. Tanító bácsi Budapesten született, a 8. kerületben egyetemet végzett, Ottlik Géza jó barátja, a II. Világháborúban hadnagyi ranggal. Tanítónéni egy közép nemesi családból, Pányokon született, és a 60-as évek elején kerültek a mi poros falunkba, ez egy zsákfalu. Útunk is Makadám út volt, ha tényleg nagy hó volt, akkor lovas számmal hozták a kenyeret, mert másképp nem lehetett megközelíteni. De ők valami csodát teremtettek a mi falunkban, olyan szellemi közösség és olyan csodálatos időszak volt, amit ők megteremtettek. A terem az úgy nézett ki, hogy egy függönnyel elválasztott részen volt az oltár, ahol hétvégenként az asszonyok imádkoztak, és egy hónapban egyszer járt hozzánk plébános úr misét tartani. Valószínű, hogy ebből fakad az a gondolat is, hogy amikor felnőtt fejjel már elkerültem otthonról, és az a fajta hovatartozás, ami benne volt, és az a mérhetetlen szeretet, amit éreztem a falunk iránt, hisz biztos nem csak én vagyok így azzal, hogy amikor az ember elveszíti az erejét, és nagyon sok bántás éri, akkor kell, hogy tudjon valahová visszamenni, és erőt meríteni. Az én falum mai napig egy ilyen erőforrás az életemben, és az, hogy 2021. október 16-án egy katolikus templomot fölszentelhettünk az én falumban, ez egy csodálatos dolog nem csak az én életemben, hanem az én közösségem, a régi és a mostani közösségem életében is egy csoda dolog. De azt is látom, hogy kellenek azok az erők és azok a személyek, akik mozgatnak sok mindent. Volt egy mesterem, azt mondta, hogy ne haragudjatok, hogy sokat beszélek, de hogyha nem mondom ki, hogy mit gondolok, az olyan, mintha ki se gondoltam volna. Tehát a szavakba öntjük a gondolatainkat, akkor az testet ölt. Így voltam én 2016-ban. A szülői házat van egy nővérem, és az ő kisebbik lánya lakja a családjával együtt. Ő Miskolcon végzett a Műszaki Egyetemen, és a Bosch cégnél dolgozik. És vele osztotta meg először az én kimondott gondolatomat, hogy legyen templomunk. Természetesen ez nem olyan egyszerű, hogy azt mondja az ember, hogy legyen templomunk, mert több minden kell hozzá, és mi is nagyon sok mindent végigjártunk. Voltak stációk, amin végig kellett mennünk, hisz az, hogy építünk egy épületet, az még nem biztos, hogy templom lesz. Mi az egri érsekséghez tartozunk. Bennem volt egy gondolat, hogy hogyan lehetne gazdaságilag ezt elindítani, és hogyan lehetne ez a kimondott gondolat, hogyan teljesülhet és hogyan válhat valóra. A kormányunk elég komoly pénzt áldozott eddig is az egyházak megsegítésére, és én láttam ebben egy olyan programot, amiben úgy gondoltam, hogyha megtalálom a megfelelő embereket, akkor elindulhat a templomépítés, de elsősorban mégis az volt a legfontosabb, hogy az otthoni barátainkkal, a mocsolyási emberekkel mindezt megbeszéljük, hogy ők mit szólnak ehhez a gondolathoz. Természetesen, mint minden közösségben, voltak nagyon sokan, akik örültek a gondolatnak, de azért nagyon sok emberben más gondolat is fölmerült, hogy miért van templom, miért nem valami más. De azért én azt gondolom, hogy a nap nagy többségében mégis egy olyan gondolatot indítottunk el, ami sokkal több, mint egy épületet megépíteni. Az elsődleges dolog mindenképpen ez a beszélgetés volt, a következő lépés pedig Ternyák Csaba érsek úrhoz való elzarándoklásunk,
és természetesen a minisztériummal való egyeztetés volt, amiben a gondolatot reméltük, hogy tett is követi. Érsek úr meghallgatott bennünket, és kaptunk tőle egy levelet, amiben biztatott a templomépítésre, de természetesen olyan dolgokat is kért, aminek meg kellett felelnünk ahhoz, hogy ez az építkezés elinduljon. Aminek hála Istennek mi meg is feleltünk, és sokat azt érzem, hogy mi eldobtunk egy hógolyót, és abból tényleg fölépült egy hóember, de ehhez nagyon sok munka kellett, és nagyon sok ember kellett, aki úgy gondolta, hogy ez a gondolat és ez a terv ez megvalósítható legyen. Természetesen szerveztünk olyan estet, ahol kollégáim fölléptek, és gyűjtöttünk a templomépítésre, nagyon sok barátra leltünk, és nagyon sok embert meg tudtunk szólítani, és meg tudtunk mozdítani. Például a tervezőink, akik a templomunkat megtervezték, ők ezután a koncert után jelentkeztek. Miskolcon élnek, hogy ők nagy örömmel vállalkoznának velünk egy ilyen kalandra. És azt gondolom, nagyon, nagyon szép templomot sikerült építeni, de sokkal fontosabb, hogy egy erős közösséget is építettünk, és ebben mi is nagyon, nagyon, nagyon sok szépet, sok gyönyörű dolgot kaptunk, és elsősorban emberi kapcsolatokat, olyan barátságokat, amik tovább vittek bennünket sok nehézségen. 2017. júliusában a kormány úgy döntött, hogy 100 millió forinttal támogatja ezt az építkezést, a további részét az építkezésnek pedig Tárnyák Csaba érsek úr és az Egri püspökségnek köszönhetően elindult az építkezés, hisz már megvoltak a tervek, és egy csodálatos időszak következett az életünkben, úgyhogy 2021. október 16-án felszentelésre került a templomunk. Ebben az évben pedig megszólalt a harang is, egy évre rá harangot is kapott a templom. De ami tényleg nagyon fontos, a barátság és azok a kapcsolatok, amit mi ez alatt a időszak alatt kaptunk és megéltünk művész emberektől, vagy a faluban azoktól a barátainktól, rokonainktól, ismerősöktől, akikkel együtt tudtunk gondolkodni. Csodálatos időszak. Vagy például egy kedves, most már barátomnak mondhatom, emberrel hozott össze a sors, úgy hívják, hogy Petró Attila, itt Tokaj mellett a Tisza partján él, Gáva Vencsellőn, és 10-15 évvel ezelőtt úgy gondolt, ő egy kővel foglalkozó vállalkozó, és 10 évvel ezelőtt Tarcal városának fölajánlott egy szürke gránitból készült Áldó Krisztus szobrot, ami maga a szobor 8 méter magas, és Tarcal városában a domb tetején áll, ha arra járnak, nézzenek el, oda egy zarándok helyé vált ez a szobor, és az én szülőfalunknak fölajánlott egy 5 méter magas fehér márványból készült Mária szobrot, amit most 29-én halottak napja előtt szintén az Egri érsekség szentelt föl. Egy csodálatos környezetben, egy 2,5 méter magas talapzaton áll ez a csodálatos szobor, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan lelki megnyugvást fognak találni a közelében. Tehát igazából csak azt akartam ezzel
erősíteni talán önökben is, hogy muszáj mozgatni magunkat. Tehát én azt látom, hogy az erő, ami bennünk volt, nagyon sok emberben elindított nagyon sok szép dolgot, és hisz egyedül kevesek vagyunk. Nagyon sok mindent létrehozni, megalkotni, de együtt nagyon erősek tudunk lenni. Hála Istennek az én életem is úgy alakult folyamatosan, hogy mindig erős közösségben éltem. Erős közösség volt a szülőház és a szülői környezet. Nagyon erős közösség volt az iskola, hova járhattam. És már nagyon pici a mi falunk, és a hatodikos koromban elkerültem egy tanyasi diákunknak fenntartott kollégiumba, a Tisza partjára, Tiszakeszire. Ez Tiszaújvárostól egy picit a Tisza folyásába lefelé volt. Egy régi kastélyban szállásoltak el bennünket, ez kimondottan az ártéren lakó tanyasi fiataloknak készült, és nekik rendezték be, de egy szerencsének köszönhetően a mi kis falunkból is páran ott végezhettünk. Én hatodikos koromban kerültem egy csodálatos családi környezetbe, és egy olyan családba, ami még azt gondolom, hogy egy az önállóvá is tett, de mindenképpen fantasztikus szeretetben éltünk egymás között. A szoba, ahol laktunk, 22 emeletes ágy volt, és ebben a közösségben, de mindenki fantasztikus szeretetben élte a napjait. De ugyanez ez a közösség, hál' Istennek a pályám során is elért, nem beszélve a színművészeti főiskoláról, ahol bizonyára nem én vagyok egyedül, hogy ez a legfogékonyabb időszak valószínűleg az ember életében, ez a 18 és 20-valahány év közötti időszak, amikor mi is egy csodálatos időszakot élhettünk meg. Az életem egyik legszebb időszak ez a 4 év, amit a főiskolán eltölthettem. És aztán az ember, ahogy kikerül a nagybetűs életbe, akkor érzi, hogy magányos-e, vagy pedig tudott-e olyan kapcsolatot alakítani, és olyan erőt gyűjteni, amire bármikor lehet támaszkodni. Azért a főiskola sem volt egy sétagalop, ahogy mondani szokták, azért még az én időmben fél évente rostavizsgák voltak, ami azt jelentette, hogy a szakmai bizottság döntött arról, hogy folytathatjuk-e a tanulmányainkat. A mi osztályunkban 14-en kezdtünk és 11-en végeztünk. Tehát fél évente rostavizsga volt, és igazából nem attól bukott meg az ember, mert nem tudta a politikai gazdaságtant, hanem a bizottság úgy döntött, hogy szakmailag nem való erre a pályára. Ebből fakadóan mindig volt bennem egy nagyon nagy félelem, hogyha, nehogy Isten, a bizottság tehetségtelennek tart, és eltanácsol a főiskoláról, hogy fogom én azt otthon megmagyarázni. Azt fogják mondani, hogy nem tanultál, fiam, de hát ez a mi szakmánkban egy picit másabb. Szorgalommal is nagyon sok mindent el lehet érni, de ez a mi pályánk meg talán valami olyasmit is feltételez, ami másfajta adottságokkal kell rendelkezni. És hát ez csak az egyik része a nehézségnek, hisz azért azt tudjuk, hogy kikerülve a nagybetűs életbe, tehát nem biztos, hogy mindig éppen barátokra talál az ember, vagy éppen olyan közegben mozog, aki mindig minden pillanatban elfogadja az ember sajátját. De azon kívül az élet rengeteg konfliktust generál, amire reagálni kell, aminek meg kell felelni. És hát sokat, amikor elfáradtam, fantasztikus jó volt hazamenni, és ott gyakorlatilag semmit nem csinált az ember, csak létezett és együtt volt. És beszélgetett, és hihetetlen erő gyűlt össze bennem,
És valószínűleg ezért is van ez, hogy szerettem volna valamit visszaadni, nem csak azzal, hogy a televízióból ismernek, hanem azzal is, hogy valami létrejöjjön, és valami szép működjön körülöttünk. De hangsúlyozom, hihetetlen sok nagyon tehetséges, de nagyon kreatív ember határozta meg az én életemet, és remélem, hogy önök is így vannak ezzel, de mozgatnunk kell magunkat, mert azért ez nem olyan egyszerű, hogy most létezünk. Tehát kell egy erőt is mutatnunk és felmutatnunk, hogy bizonyos dolgokat meg tudjunk valósítani. Előttem is rengeteg jó példa volt, például, hogy megemlítsem a templomépítés dolgát. Rátóti Zoltán barátom, aki most a Színművészeti Egyetem rektora, ő talált magának egy kedves kis falut, Magyarföld, az a neve, az Őrségben. Igen. És a Zoltán fából épített templomot, és előtte pedig több olyan dolgot is létrehozott az ő kis falujában, ahol nem akarok nagyon túlozni, de talán 20-an élnek. Tehát nem feltétlenül a nagy közösségek jelentenek erőt, hanem egy kis közösségben is mi minden elindulhat, és ezt nem is tudjuk, hogy a mag hová száll, és mi nő ki belőle. De megmondom őszintén, az én szülőfalum, és a közigazgatásilaghoz, akihez tartozunk, falu, Kisgyőr, például van egy csodálatos polgármesterünk, aki több mint 35 éve fafaragó tábort szervez a falunkban, Kisgyőrben, és ezek, amiket készítenek, ezek az alkotások ott maradnak a faluban. Sőt, az utóbbi időben már tematikus évek vannak. 2 évvel ezelőtt avattak és szenteltek föl egy Szent Korona kilátót, ami egy 8 méter átmérőjű kör, fából faragott és több mint 10 méter magas, és a kupolája a magyar Szent Koronát mutatja. Tehát hála Istennek sok olyan ember van az életemben, akiktől nem lehetett mást látni és tanulni, mint azt, hogy kell, hogy megmozgassuk magunkat, hogy dolgozzunk. Azon kívül azt is gondolom, hogy az ember elé az élet nagyon sok kihívást tesz, hogy erre hogyan reagálunk és merjük-e vállalni a kihívásban való részvételt, az is egy kérdés. Valószínű, hogy bennem egy picivel talán több van, mert még azt is mertem vállalni, hogy színházigazgató legyek, ami hát nem egy egyszerű dolog emberekkel foglalkozni, emberek életével foglalkozni, dönteni bizonyos helyzetekben. Nem egyszerű dolog, és nem egyszerű kérdés. Iszom egy kortyot, hát ha egy kérdés fölmerül, és van olyan dolog, amit... A kihívásról az jutott eszembe, hogy sok embernek problémája van, és a problémáját nem tudja kezelni. De hogyha máshonnan nézi, akkor az a probléma alapvetően csak egy helyzet. A helyzet az már semlegesebb, nem olyan negatív probléma. És a helyzetből lehet feladat, és a feladat aztán lehet kihívás, sőt, a kihívás lehet lehetőség. És így a problémák lehetőségé változnak, ha úgy szemléljük őket. De azért szerintem nagyon sokan azért kíváncsiak a televíziós dolgaikra is, és azért, hogyha beszélünk arról, hogy a televízióban, ezek a sorozatokban, hogy érted meg ezeket a dolgokat, egy kicsit úgy a közönség kedvére is, ha tennénk
ezekre. Így, ugye kíváncsiak ezekre, és megmondom őszintén, én egy szerencsés időben jártam a színművészeti főiskolára, és egy szerencsés korszaknak a végét még elértem. Sokkal nagyobb rend volt a mi életünkben is abban az időben. Én 81-ben kaptam diplomát, 77-ben kezdtem a főiskolát. Tehát sokkal kiszámíthatóbb volt az életünk, és többször föltették nekem a kérdést, hogy itt a szomszédok, ha nincs, akkor mi van velem? De hála Istennek, hogy azért a mi generációnk még nagyon sok televíziós játékban, filmben szerepelt. Még akkor nagyobb szükség volt a színészekre, ma már azért eléggé fölhígult, pláne a sorozatokban való részvétel, az újkori sorozatokban, ahol nem nagyon lehetett eldönteni, hogy ki professzionális és ki nem az. Az én időmben ez a minimális elvárás volt, hogy színész legyen valaki, ez léphetett a kamera elé. Tehát más világot élünk sajnos. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem azt a fajta nagy népszerűséget élvezném, amit a szomszédok adott nekem, de azt gondolom, hogy lehetne rólam tudni. Tehát azért a szakmánkban bizonyára lett volna több olyan lehetőség, amiben én is megkapom a megfelelő feladatot. De megmondom őszintén, hogy igazából bennem soha nem volt ilyen hiányérzet, mert az én szerelmem a színház. És igazából az, hogy színpadon lehetek, és színpadon lehettem, az nekem nagy-nagy boldogságot jelentett. Soha nem volt bennem az, hogy valami filmszerep, vagy bármi elmegy mellettem, mert nagyon sokat dolgozhattam a pályám során. És hála Istennek, hogy a szomszédok is úgy forgott, hogy egy csodálatos csapat mozgatta a mi életünket, és kimondottan figyeltek arra, hogy a színházi feladatainkat el tudjuk végezni. És hát teljesen más helyzetben voltunk, hisz azért gondolják meg, két hetente voltunk csak képernyőn, és ez nem vett el az időnk nagy részét, tehát a forgatás maga, az effektív forgatás, az csütörtök, péntek, szombat, vasárnap volt, utána pedig a szakmai stáb megvágta a filmet, zenét tett alá, tehát de abban mi már nem kellett, hogy részt vegyünk, de hangsúlyozom, nagyon-nagyon oda figyeltek, és fantasztikus volt az egész 13 év, amit együtt tölthettünk. Ez valószínű köszönhető Horváth Ádámnak, aki az egész sorozat atya volt, és aki nem csak rendezte, hanem sokat írta is a részeket, de nagyon nagy szerencsénk volt, és biztos vagyok benne, hogy a szomszédok sikere, és még a mai napig is a sikere, az pont annak köszönhető, hogy színészek játszottak benne. És nem, tehát természetesen a fiatal generációt ezt nem lehetett időssel eljátszatni, de nagyon, nagyon komolyan figyelt Horváth Ádám arra, hogy szakmailag olyan emberek kerüljenek a képernyőre, akik hitelesek. Azért már mi is, amikor elkezdődött a sorozat, jó pár éve a pályán voltunk, tehát nem csak pályakezdőként kezdtük a sorozatot. Megmondom őszintén, hogy nekünk is csoda volt ez a 13 év, mert eredetileg 6 részt írtak meg a szerzők, és erre a 6 részre választották ki a stáb tagokat, a szereplőket. Természetesen különböző szereposztások léteztek, aminek a vége aztán az lett, amit önök is láttak. Én azt gondolom, hogy pici véletlennek is köszönhetem, hogy bekerültem a sorozatba, mert volt 86-ban a Színházi Világnapon egy élő közvetítés Nyíregyháza, a Radnóti Színház és a Zalaegerszegi Színház között. Ennek a műsornak az adás rendezője Horváth Ádám volt. Én akkor a Zalai Színház
színésze voltam, és aznap este derült ki, hogy én elszerződöm a színháztól, és a Radnóti Színházhoz szerződöm, és szerintem itt látott Horváth Ádám engem, és hívott be egy beszélgetésre. Nem kellett castingolni, hanem egy beszélgetés volt, és ezen döntötték el, hogy a mi párosunk Ivancsics Icával így álljon föl, aminek aztán elkezdődött 87-ben a felvétel és a forgatása. De azt a 6 részt készítettük el, csak hála Istennek, önöknek köszönhetően ez a 6 rész ez kibővült, és 99. decemberében fejeztük be a sorozatot. Csodálatos időszak volt, tényleg fantasztikus volt, és az, hogy ez a közösség ilyen erős maradt, azért sok konfliktuson mentünk keresztül, de a vezetőnknek az erejét mutatja, Horváth Ádámnak az erejét mutatja, hogy bármikor látott valami olyan dolgot, ami egy csapatot szétverhetett volna, azt ő rögtön megoldotta. Tehát én azt gondolom, hogy akik úgy gondolják, hogy próbálnak vezetni egy közösséget, azoknak nagyon sok erő kell ahhoz, hogy bizonyos dolgokat végig is tudjanak csinálni, és ebben erős volt Ádám. Úgyhogy tényleg nagyszerű volt az együtt töltött idő, és én azt gondolom, hogy nagyon sok szépet, jót kaptunk a sorozattól, és nagyon sok jót kaptunk, és kapunk a mai napig is önöktől. És tényleg, ami nekem még csoda volt a sorozattal kapcsolatosan, hogy ez Budapesten a Gazdagréten játszolik a történet, de ugyanúgy elérte a vidéken élő városi embereket, mint az én falumban élő embereket. Tehát, hogy valami olyan jó csillagzat alatt született ez a sorozat, és olyan dolgokról beszélt, ami mindenkinek az életéhez valamennyire kapcsolódhatott. Tehát azokkal a problémákkal foglalkoztunk, ami napi szinten jelen volt az életünkben. Nem véletlen volt a műfaji meghatározása, hogy teleregény. Várható-e, hogy még valaha televíziós sorozatban vagy televíziós programban részt veszel? Van-e kilátásban esetleg? Dán János volt itt egy alkalommal az ősszel és a Hunyadi sorozat kapcsán. Most szívesen örömmel hallottam, hogy majd annak is a megfilmesítése majd történik. Tehát, hogy látod, mert őszintén szólva, néha-néha feljutunk Budapestre, meg itt a művelődési házban egy-egy színházi előadásra eljutunk, de még mindig a televízió az, amiben láthatunk produkciókat. Én erre nem igazán látok most. Hogy látod a jövőt ebben a műfajban és a magad szereplését ebben a lehetőségben? Hát ezért sok minden változott körülöttünk, de ezt nem kell hangsúlyoznom, hisz önök ezt ugyanúgy tudják, mint én. Nem tartom valószínűleg, hogy én valamelyik sorozatban benne leszek, hisz ezek ma már ilyen napi sorozatok, ami valószínű, hogy egy az engem nem érdekel. És tehát nem biztos, hogy vállalnék ilyen feladatot. Sőt, több olyan műsor van, amiben biztos, hogy nem lennék szereplője. Azért ez a világ nem egyszerű körülöttünk, tehát több alkalommal hívtak olyan műsorokba, ami biztos ad egy nézettséget, és ad bizonyára gazdaságilag is egy jó helyzetet, de sokat azt gondolom, hogy ezek a médiák felhasználják arra, hogy olyan embereket legalizáljanak, akiknek nincs ott a helyük, de azzal, hogy én ott vagyok, azzal elfogadhatóvá teszik halatorta, nem tudom, mindenféle ilyen jófajta műsorok vannak. Tehát én nem,
nem gondolom, hogy nekem ott feladatom van, tehát nekem van máshol feladatom. A máshol nem a kertemben, van egy családi házunk Budaörsön, és hát nem kell önöknek mondani, hogy azért sok mindent füvet vágni, metszeni, most összeszedni a diófa levelet, és mindenféle dolgot kitalál az ember. Tehát ez én... Ilyen szerepet örömmel elvállalok, hogyha ilyen felkérés van, de a televíziózásban azt gondolom, hogy másfajta értékrend működik, pláne a kereskedelmi adóknál, tehát nem biztos, hogy nekem ott feladatom van. Azon kívül, hogy az építkezés ne maradjon ki még tovább sem az életemből, készült egy nagyon komoly terv a József Attila Színház továbbépítésére és modernebb színházzá alakítására. A mi színházunk, ez egy művelődési ház szinten van az épületet illetően. Nagyon sok olyan technikai dologgal nem rendelkezünk, ami jó lenne, hogyha megvalósítható lenne. Arról nem beszélve, hogy a világítás és hangtechnika már ma már olyan fantasztikus módon szállt el, hogy ezt követni kellene. Tehát erre van egy tervünk, egy elfogadott terv. Most már csak arra kell várnunk, hogy a kormány döntsön arról, hogy egy 10 milliárddal megsegíti a mi építkezésünket. De hát, hogy ez mikor valósul meg ebben a mostani helyzetben, ez nagyon nehéz. Azon kívül a mi szakmánk is nagyon nehéz, mert nem vagyunk egységesek, az a baj, és közben pedig a gondjaink azok közösek. Csak én azt gondolom, nagyon átpolitizálódott az életünk, tehát több olyan dolog működik körülöttünk is, amiben a józanész nem talál utat, és ebben valahogy nekünk rendet kellene tennünk, de nem nagyon látszik ennek a lehetősége, és adott esetben nem csak a belső viszonyaink, hanem a ránk nehezedő külső hatás is megakadályozni néha bennünket ebben. Tehát van sok minden feladat előttem, vagy előttünk, ha ezeket meg tudjuk valósítani, akkor lesz munka, és lesz mivel tevékenyen foglalkozni az elkövetkezendő időszakban. Azon kívül van egy társulat, tehát attól, hogy én egy nagyon nehéz helyzetben levő színházat vettem át 2011-ben, és nem művészileg volt nehéz helyzetben, hanem gazdaságilag volt nehéz helyzetben. Olyannyira, hogy 2011 tavaszán az a lehetőség is fölmerült, hogy a színházat nem igazgatói pályázatra írják ki, hanem hasznosításra, ami azt jelenthette volna, hogy bármikor lebonthatják az épületet, épület egy mélygarázs, vagy egy bank megveszi, vagy egy felekezet, tehát nem volt a kiírt pályázatban olyan lehetőség, hogy kimondottan kulturális dologgal kell foglalkozni. Hála Istennek abban a szakmánk valahogy tudott lépni, hogy az önkormányzat, a fővárosi önkormányzat ezt megváltoztassa, és aztán elkezdődhetett egy komoly munka, de hát 10 év kellett ahhoz, hogy igazából most már nem hátradőlve, de egy picit megnyugodva dolgozhatunk, hisz az épület az csak egy része a színháznak, itt sokkal fontosabb a művészek munkája, sokkal fontosabb azoknak az embereknek az élete, akik egy-egy előadást létrehoznak. Sokáig nem volt úgy állandó társulata a színészeket illetően a színházunknak, hogy művészeket le tudtunk volna szerződtetni, produkciókra szerződtek. Ez sok esetben eléggé kiszolgáltatott helyzetet teremt, pláne hogyha belegondolunk az elmúlt időszak életére, itt a Covidot tekintve, vagy a mostani időszak sem egyszerű, hisz itt mi ugyanúgy kínlódunk az energia megnövekedett költségével, tehát nekünk is nagyon sok mindent
át kellett gondolni menet közben bizonyos szankciókat hoznunk, hogy egyáltalán működni tudjunk, hisz a igazgatás feladata az, hogy az intézmény megmaradjon, és ehhez muszáj olyan döntéseket hozni, amiben biztosítva lesz a további életünk is. Csak az a baj, hogy most az utóbbi időben nagyon sok ilyen dolog merült föl, és a humorunk is kezd egy picit alább hagyni, bár azt gondolom, hogyha még maradt egy kis humor bennünk, akkor nem veszett még el körülöttünk sok minden. De nem egyszerű megélni az életünket, sem Budapesten, sem Mocsajáson, sem itt gondolom önöknek. Az élete is sokkal kiszámíthatatlanabb, nehezebb. De hát azért vagyunk, hogy ezt valahogy próbáljuk rendszerbe rakni. Jobbára a közönség is, és mi is megéltük a múlt rendszert, a mostani rendszert. Ami kiszámítható volt, most a bizonytalanság a legbiztosabb. Mégis, hogy látod, hogyha most egy Szinetán Miklósi eszembe, aki bizonyára volt ideje felkészülnie, hogy a Tudományos Akadémián 90 évesként a szép foglalóját megfogalmazza, aminek a végén 12 pontban az unokáinak ad úgymond élettanácsot. Nagyon meredek lenne, ha azt mondanám, hogy akár a saját gyermekeidre, lehető unokáidra, a mai ifjúságra gondolva összefoglalnál azt, amit te fontosnak tartasz, hogy bármilyen bizonytalan helyzetben, bármi legyen itt, legyen világjárvány, legyen háborús vészhelyzet, vagy legyen akármi gazdasági válság. Mi az, ami a legmegtartóbb erő volt a te számodra, és amit te tovább mersz adni, ajánlani, akár nekünk, akár a jövő generációnak, vagy annak, aki 20-30 év múlva nézi ezt a beszélgetést? Erre hogy lehet válaszolni erre a kérdésre? Van két nagyfiam, sajnos elváltam, de én azt gondolom, hogy mindannyian elsősorban úgy tudunk tanácsot vagy útmutatót adni, ahogy éljük az életünket. Hát azért mindannyian megéltük, hogy 20 évesen más gondoltunk a világról, mint 40 évesen. Más gondolunk akkor, amikor családunk lesz, más gondolunk, amikor gyerekünk lesz. De valószínűleg azzal tudunk nagyon sok mindent és mindenben segíteni a generációnak, a következő generációnak, ha olyan életet élünk, amivel mi magunk példát tudunk mutatni, hogy mi az, amit mi fontosnak és értékesnek tartunk. Nagyon sok szép szó elhangozhat, ha mögötte nincs tartalom, akkor nagyon nehéz bármit is megélni. De abban biztos vagyok, hogy nagyon sok dolgot elveszítettünk, és nagyon sok dologra kellene vigyáznunk. Nagyon sok olyan alap dolog nincs az életünkben, ami nélkül azt gondolom nem élet az élet. Nem, ma már egy szerződésnek nincs érvényessége, régen egy kiszolgálásnak az volt. De lehetne folyamatosan sorolni ezeket a hiátusokat, amivel nap mint nap találkozunk. Én azt gondolom, hogy ebben kellene valahogy picit előre lépnünk, hogy legyen erőnk ezeket az értékeket jól közvetíteni és tovább vinni. És ne csak egy lózunk és egy szólam legyen, hanem mögöttes tartalma is. És biztos vagyok benne, hogy a közösség az nagyon sok mindenben segít rajtunk. Én most már, nem is tudom, 81 óta tagja vagyok a színészlabdarúgó válogatottnak. Megmondom őszintén, hogy hihetetlen erő az, amit mi kapunk egymástól. Hisz nem várjuk el azt,
kedden és csütörtökön reggel futballozhattunk a Vasas sportcsarnokban. És sokat fáradtan és feszülten érkezünk reggel mozogni. De az, hogy együtt vagyunk, és bizonyos dolgokban, én azt gondolom, nem azt várjuk el a barátainktól, hogy a helyzetünket megoldják. De az, hogy beszélünk a gondjainkról, beszélünk azokról, amik foglalkoztatnak bennünket, akaratlanul is a kimondott szóval valahogy megtaláljuk a megoldást is. És biztos vagyok benne, hogy ezek mind-mind segítenek túl azon, hogy az ember mozog, és még adott esetben kikiabálhatja magából a feszültségét is. De van egy kedves barátom, szinkronrendező, biztos sokat hallják a televízióban, Balog Mix stúdiónak a vezetője. Ő 79 évesen, ő az első, ő az utolsó, aki elmegy, és fantasztikus energiával éli ezeket az együttléteket. Ő is egy példa előttünk, hogy nem, egyszerűen nem szabad feladnunk, és olyan fantasztikus szeretettel és energiával él közöttünk, hogy nem is lehet úgymond eltunyulni mellette. Tehát én mindenképpen a közösségben látok egy nagyon, nagyon nagy erőt. Azért gondolom, nem csak én vagyok így, még Budaörsön is a szomszéd nem beszél a szomszéddal, mert valamitől, nem tudom, tehát hát egy lakó telepen meggondolom, aki közvetlen mellettünk él, azzal talán néha összefutunk, vagy éppen lesz itt valamiért, mert hangosak voltunk. Tehát nincs meg az a fajta közösségi erő, ami az én életemben, gyerekkoromban folyamatosan jelen volt, és mindenhol. Tehát annak ellenére, hogy a mi közösségünk egy kicsi közösség volt, de én azt gondolom, hogy ezt bővíteni és tágítani kell, hisz, ahogy mondtam, az én polgármesterem, az otthoni polgármesterem tényleg fantasztikus példát mutat, és azok az emberek, akik körülötte vannak, ők is egy olyan erőt mutatnak, amivel jó együtt lenni, és jó ebben létezni. Tehát biztos vagyok benne, hogy a közösséget erősíteni kell, és ez a közösség nem fogja megoldani a problémánkat, de a jelenlétével is azzal, hogy ott van mellettünk, biztos, hogy sokat segíthet. Nagyon szépen köszönjük, hogy ebbe a közösségbe eljöttél, és életedet adtad nekünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet, mint aki életét adja az ő barátaiért. De sokáig nem értettem. Aztán rájöttem, hogy az életünk az időkorlátok közé szorított, és ha ebből az életidőből valamit adunk egymásnak, akkor az életünkből adtunk. És most adtál nekünk az életedből három órát, egy órát, mi ezt nagyon szépen köszönjük, és azt kívánom mindenkinek, hogy ezekben a kisebb-nagyobb közösségekben adja az életét, önmagát, az idejét a másiknak. És ne azt mondja, hogy hagyd az semmi, vagy ezt hallgass meg. És mondjuk a magunkét, adjuk figyelmünket, a fókuszunkat egymásra, és ezt tud bennünket igazán összekovácsolni. És most mi a fókusszal rád fókuszálnék, te pedig ránk, és adtál nekünk ezt, amit adtál, adjuk tovább. Hálásan köszönjük neked, és találkozunk legközelebb december 3-án, Csatmagdornán. Figyeljék ezt a buta Facebookot, ami olyan, mint egy kés az asztalon, lehet kenyeret vágni vele, lehet vele sok minden mást is csinálni. Használjuk, nincs más lehetősége, meg az, hogy beszéljünk, hívjunk egymást. De gyere el, mert ez a lélek építő.
Egyszer ilyen, egyszer olyan, hogy beszél ez a tócsaba össze-vissza sok minden, de a vendégem, akiket meghív, azok olyan értelmesen szólnak. És olyan jó, jöjjenek el máskor is, találkozzunk, és még egyszer hálásan köszönjük, és a Isten tartson meg jó egészségben és a terveidben, és adjon még sok kosztudíjat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehetek önökkel, és köszönöm, hogy ilyen sokan megtisztelték ezt az estet. És még egy verssel azért elbúcsúzom önöktől. Mert azt gondolom, ez a vers mindannyiunknak egy nagyon komoly gondolattal visz tovább az életbe. Vas Albert, a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyűjts föl szent tüzedet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed, értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki, igyekezzék helyettük jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derült és békességet, mit ellen fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, Uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra, hogy törvények közt első a szeretet legyen. Üljön jó indulat a kormányszékeken, az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindezeket szépen elrendezted ekképpen, a népek közt, Uram, nekem is van egy népem. Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnéért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott, legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny, s vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújtasz, Uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, Uram Isten, Attila nemzetét. Adj békés aratás sok vérvetés után, nyugodjék meg kezed gondverte homlokán. S a áldásod a földön elért kicsint, s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket, akkora legyen csak, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgasd meg, kegyesem! Hallgasd meg, könyörgésem! Köszönöm szépen!